a nem mutatott levél. Ödön nagyon jól sejtette azt, hogy igen fájdalmas boldogságot szerzett meg számára az, aki ő családjához hazahozta. Az az élet egy mindennapos haldoklás volt. Ödön, mint föltevé magában, rögtön hazaérkezte után tudatálevélben a tejhatalmú fővezérrel, hogy hol van, rendelkezzék vele. Itt be fogja várni parancsát és már most addig az ideig örüljünk egymásnak. Mikor minden csók egy búcsúvétel, mikor minden ölelés közé odatolakodik egy hideg árny, mely azt susogja, talán holnap. Aranka egy elkárhozott angyal kínjait szenvedi. Nem maradj itt, suttogja férjének, eredj, menekülj, rejtsd el magadat, mit nekem a te büszkeséged, a te nagyságod, Légy nekem megalázott, légy kicsiny, de maradj enyém. Fuss, amíg futhatsz. Becsület szavadat adtad nekik. Ha százszor megszeged, százszor imádni foglak. Menj külföldre, én utánad megyek. Ha nem akarod, itthon maradok, és leszek gyászoló özvegyed. Viselem gyászruhámat, csak élve maradj. Ne hagyj iszonyú örökséget két gyermekedre. A vér keresztelőben ne fürözd meg két fiadat. Menjünk koldulni együtt, Végig a világon mi kell nekem egyéb, mint te és két gyermekem? Mi közöm én nekem a ti családi nagy nevetekhez? Dobd el nevedet, és szeretni foglak, akármi neved lesz. Nekem ott lesz a hazám, ahol te fogsz lenni. Menjünk el Amerikába. Leszek ott melletted szolgáló, napszámos cseléd, vagy hát ölj meg engem elébb, és légy akkor római. Ödön nem hajtott szavára. Bevárja sorsát. Az ifjú nő izgalmát rettenetes volt naponként látni. Minden ajtónyitásra fölrezzent, minden idegen hang az előszobákban fölriasztá, nem férjét idézik már. És éjszaka, mikor mindenki aludt, ő ébren számlálta az órákat s végig-végig járt a szobában az éjjelámpával lámpával kezében, kérdezősködve mindenkitől, nem hallottak-e valami ezt? Nem zörgete valaki a kapun? Nem hallanak-e fegyvercsörgést oda kívül? Jenő minden éjjel találkozott-e kísértő alakkal, amint fehér hálóköntösét összevonva keblén, Tornácról tornácra suhant, mereven fölnyílt szemeivel éber álmokat látva, mint egy őrült, mint egy holdkóros. Gyakran lecsillapítá aggodalmait, s bíztatva rávette, hogy térjen hálószobájába vissza. Hiszen csend van. Nyugszik minden. Nem hallatszik semmi. És aztán minden nap, mikor a posta érkezett, mi mohó aggodalommal esett a család az érkezett leveleknek. Kinek jött levele? Mi a tartalma? Érkezik-e válasz ödön levelére? Nap nap után múlt, és még nem jött semmi fellet. Egy délután, midőn ismét megérkezett a Kőrösszigeti kastélyba a posta, a hozott levelek közt volt egy, melyen a cím németül volt fölírva. Herr Eugén von Baradlai. Eugén, egyenlő Jenő. A levelet átadták Jenőnek. Jenő felbontotta, elolvasta azt, és aztán keblébe tevé. Az egész család jelen volt. Anya kérdezé tőle, honnan jött a -e levél, s mi van benne írva. Jenő azt felelte rá, el kell innen mennem. Anya azt kérdezé, hová és miért. Jenő arra elszánta magát, és előállt vele. Én nem nézhetem ezt így tovább. A baradlai ház összeomlik, és rászak a családunk fejére. El van veszítve minden, és ti nem tudtok többé segíteni. Számítástok rosszul ütött ki. Erőfeszítéstek kárunkra vált. Elveitek le vannak tiporva. Én nem nézhetem ezt a kint tovább. Egyik bátyámról nem tudok semmit másik bátyám napról napra várja befogatását. Anyámnak egész nap egy szavát nem hallani. Ángyom az őrüléshez közel. Engemet ez az élet megöl. Ti elvégeztétek, nem tehettek többet magatokért semmit. Most következem én. Majd én tenni fogok. Mit? Kérdezi anyja hidegen. Azt én tudom de nekem is jogom van megtudni. Mert családom tagja e házért nem tehet semmit, amire én azt nem mondom, jól van. Majd megtudod azt, ha megtörtént. És ha akkor azt mondom rá, nem jól van, akkor már nem fogod azt megmásíthatni. Akkor előre tiltani fogom. Asztalan. Parancsodra nem hallgatok többé. Férfi vagyok. Tetteimmel szabad. De fiú is vagy, és testvér, szólt közbe ödön. Jenő bálatosan tekinte bátyjára. Azt majd megtudod később, mondá halk sóhajjal. Anyja megfogta Jenő kezét, s azt kérdé tőle. Te családunk megmentésére gondolsz. Gondolok, és teszek. Kitaláljam gondolatodat nem hagyom azt. Én olvasok lelkedben, hiszen csecsemő korottul fogva tanulmányoztalak. Könyv voltál, melynek minden fejezetét tanultam. Te e percben arra gondolsz, hogy elhagy bennünket, s visszatéri régi összeköttetéseidet megújítani, előbbi befolyásodat a mi ellenségeinknél visszanyerni. Jenő keserűen vágott közbe, és aztán bátyáim elkobzott vagyonát magamnak megszerezni, ugye? Anyja megsajnálta e szóért. Nem, fiam. Én nem kemény szívűséggel vádoltalak. Inkább azzal, hogy nagyon is szeretsz bennünket. Hogy áldozatot akarsz hozni megmentésünkért. Áldozatot, mely keserűbb magánál az elvezésnél. Talán keserű lesz. De majd hozzászokunk. Mihez? Én nem mondtam. Te tudod? Tudom. Te visszatérsz Plankehorstékhez. Jenő bánatosan mosolygott. Ezt olvastad a szívemben. Nőül akarod venni azt a leányt, hogy azon család mindent tehető befolyásával megszabadítsd testvéreidet. Úgy hiszed? azt a leányt, ki az én gyűlöletemet hozza Móringul házathoz? kit elátkozott hazád, kivel megver az Isten. Aranka odaveté magát napakeblére. Anyám, ne mondd ezt róla, hát ha szereti őt. Ödön visszavezette nejét ülőhelyéhez. Ne szólj közbeszerelmem. Tárgyakról van szó, amiknek fogalma hiányzik a te angyal tiszta lelkedben. Ha arról volna szó, hogy valaki közülünk mezitláb szörkötéllel nyakán menjen bűnbocsánatot kérni bezekelve, azt mondanám, meg lehet. Egy királyon is megtörtént már ez. Ha arról volna szó, hogy valaki közülünk a templomban, a nép előtt visszaesküdjön mindazt, amit eddig vallott, azt mondanám, meg lehet. Egy bölcsen is megtörtént már ez de hogy életet, boldogságot vásároljanak meg azon az áron, hogy egy oly nőnek esküdjenek szerelmet, ki mindazon csapásnak, mely hazánkat érte, sugalmazó ördöge volt, ki szította a gyűlöletet nemzet és nemzet között, ki árulkodó, kém és rágalmazó volt, ki lázította a polgárt a trón ellen, s a bakónak adta a fellázítottat, ki pokoli tanácsokat forralt fúria keblében. Miket, hogy meghallgattak, két ország fogja megsiratni, és soha ki nem gyógyul belőle, hogy ezt a ménadot, mint menyasszonyt hozza be apály házába. Azt nem teheti egy baradlai, s ha teheti, találni fog egy másikra, ki ezen az áron élni nem akar az anya sírva borult ödön fia nyakába. Az ő büszke lelkének hangjai voltak ezek. Jenő nem szólt rá semmit, csak szomorúan mosolygott, és távozni készült. Aranka oly szánalommal tekinte rá. Te is elítélsz -e? Suttogá hozzá Jenő távoztában tedd, amit szíved parancsol. Sóhajta az ifjú nő. Az égre. Azt teszem. De anyja útját állta még. Letérdepelt előtte. Úgy állta útját. Fiam, könyörögve kérlek, ne menj. Érjen bennünket halál, nyomor, kínszenvedés, viseljük törve panasztalan hiszen tízezrek haltak meg az eszméért, de lelkünket ne hagyjuk megölni. Hisz mi minnyájan poklot szenvedünk, és nem hallasz bennünket Istent átkozni soha. Ne zárd el előlünk az utat az égbe! Anyám, kérlek, kej fel! Nem! Ha te elmégy, a porban a helyem, te sújtasz oda! Te nem értesz engem, nem is akarom, hogy érts! Hogyan? szólt örömmel az anya. De nem arra gondolsz, amivel én vádoltalak? Nem felelek rá. Csak egy szót, szólt közbelépve ödön. Ha meg akarsz bennünket nyugtatni, mutasd meg, mi van azon levélben írva, amit most kaptál. Jenő ilyetten kapott kebléhez, mintha attól félne, hogy elővel veszik azt el tőle, s rejthetlen zavarral monda. Azt nem fogjátok meglátni. Én akarom azt olvasni. Most Jenő arca egyszerre kigyulladt. Baradlai ödön! E levél Baradlai Eugénnak szólt! Az én vagyok! És elfordult tőle büszkén. Úgy anyánk jól talált, mondta ödön. Az anya fölkelt térdéről. Könnyei omlottak, és arca büszke volt. Tehát menj, menj, ahová önfejed visz. Hagyj itt engemet kétségbe esve könnyezve, és tudd meg ezt. Két fiamnak a feje a bárd alatt, de én nem azokat síratom, akik elvesznek, hanem tégedet, aki megmaradsz. Jenő szelíd mosolyjal tekint nehéz mondás után anyjára. Anyám, emlékezzél rá, hogy midőn eltávoztam, az volt hozzád utolsó szavam. Szeretlek. Isten veled. És elsietett. Senkitől sem kapott egy búcsúcsókot, csak a kis unokaöcstől. Ti ki odakünn játszott a füvön az nem bocsátotta el anélkül, hogy megcsókolja, és megkérdezze tőle. Mikor jössz vissza, bátyám? Abban a levélben pedig ez volt írva belül. Baradlai Eugén kormánybiztos úr. Jelenjék ön meg azonnal a Pesti hadbíróságnál. Új épület, második pavilon. Aláírva a hadbíró. Nem történt egyéb tévedés, csak az, hogy az ödön nevet hibásan fordították le németül Eugénra. Ez már azon időkben egyszer megtörtént.